Laban Csaba a vendégünk, az Oltás Kritikus Életvédők Szövetségének elnöke, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hát az oltások nem feltétlenül jók. Ti, ha jól érzem, ugye a nevetekből nem szeretitek, hogyha a gyerekeket beoltják. Bizony, nagyon nem szeretjük, főleg az, hogy kötelező jelleggel teszik ezt Magyarországon, kifejezetten csak a magyar állampolgárságú gyerekekkel szemben. Ja, tehát, hogy ez magyar állam területén kötelez a magyar állampolgárságú gyerekeknek születésük után X idővel mindenféleképpen. Rögtön a születésnél kezdik azzal a BCG méreginjekcióval, amiről már 1979-ben publikálva lett, hogy gyakorlatilag nem véd a TBC ellen, hanem terjeszti azt. Itt ugye mindig azt mondják azok, akik ugye veletek szemben állnak, akik azt állítják, hogy kell az oltása a gyereknek, hogy nagyon sok járványt meg tudtak ezzel annak idején akadályozni, ugye a gyermekbénulástól elkezdve, akár a TBC-n keresztül, a himlők különböző fajtáin át bármelyik betegség, ami általában a kisebb korú gyermekeket sújtotta régen a történelemnek régebbi, sötétebb időszakaiban, hogy akkor ez most hogy áll? Azt kéne megvizsgálni, hogy mik voltak ezeknek a járványoknak az okai, és ha ezt megtennék, akkor rájöttek volna arra, hogy nem ott keresendők, hogy a természet az hibás volna és korrekcióra szorulna. Tehát egyszerűen az alapállapota az embernek az egészség, ez egy természetes állapot, és nem szorul arra, hogy ezt kiegészítsék, helyre rakják a vakcinaipar részéről. Ugyan csak azoknak, akik esetleg nem tudnák, nézzük azt, hogy hogyan működik az oltás, tehát legyengített, gyakorlatilag butított vírusokat, kórokozókat juttatnak az ember szervezetébe, és megtanítják a szervezetet ugye ez ellen védekezni, hiszen a gyengített vírus ellen tudnak ezek a falósejtek védekezni, ugye kialakul a szervezetben egy immunitás, és akkor ez az, ami végül is védettséget ad majd a későbbiekben ezek ellen a betegségek ellen, de akkor ezek szerint ez se így van? A számítógépes vírusoknál kétségtelenül ez így működik, azonban az életben úgy működik a dolog, hogy egyrészt a csecsemőnek nincs kialakult immunrendszere, tehát ezek a funkciók nem is működnek benne. Másrészt az oltás ugye egy alattomos módon a tűvel bejuttatja, befecskendezi közvetlenül a szervezetbe ezeket a kórokozóknak nevezett károkozókat, és kikerülik a természetes immunbástyákat, tehát a nyálkahártyákat, mert ugye ha az ember találkozik egy vírussal, baktériummal a való életben, akkor az belélegzi, vagy lenyeli, vagy valamilyen úton, módon az a külső immun kapuin keresztül tud csak bejutni. Tehát itt már eleve egy csalásról van szó, hogy megtévesztik a szervezetet, nem lehet a szervezetet átverni. Tehát teljesen másképp fog rá reagálni. Nagyon ritka az az eset, amikor ráadásul ugye már kombinált oltások vannak, 3-5 vagy akár még többféle károkozót kevernek bele egy koktélba, és az döfik bele a gyerekbe. Hol találkozik mondjuk egyszerre egy gyerek mumpszal, rubeolával, kanyaróval, egyszerre sírtelen ott van teleportálódva az ő testében? Akkor elsősorban miben rejlik a veszély? Tehát, hogy mi az a kár, amit okoz ez az injekció, ez az oltás? Átprogramozzák ezek az oltások a szervezetet, autoimmun betegségeket, autoimmun folyamatokat idéznek elő, amik autoimmun betegségekhez vezetnek, a genetikába belepiszkálnak, és mérgezéseket okoznak, ugyanis nem csak ezek az úgynevezett károkozók, korokozók vannak ezekben a koktélokban, hanem különböző konzerválószerek, segédanyagok, hatásfokozók, stb., amik kőkemény mérgek, tehát úgy, mint különféle higanyszármazékok, alumínium, formaldehid, ami ugye mondjuk egy betiltott rákkeltő vegyszer, de attól függetlenül a csecsemő oltásban úgy tűnik, hogy helye van. Azt mondják, ugye, tehát a ti oldalatok azt mondja, hogy lám-lám, nincsen beoltva a gyerek, és hát nem történt semmi baj, nézzétek, végigélte a gyerekkorát, a legtöbb betegséget hírből se ismerte, el se kapta. És akkor a ti veletek szemben álló oldal meg azt mondja, hogy persze könnyű egy olyan környezetben nem betegnek lenni, ahol mindenki más be van oltva, a következésképpen a betegséggel nem tud találkozni, hiszen az egyén, aki nincs beoltva, egy olyan búrában él, ahol mindenki más be volt oltva, és ezért nem tudják átragasztani rá azt a betegséget, amit ők el se kaptak. Tudni kell azt, hogy ezek az oltások, ezek ha egyáltalán védelmet nyújtanak, akkor egy nagyon korlátozott ideig tartó védelemről beszélhetünk csak. Tehát nemrég derült ki az például, hogy a szamárköhögés a pertussis ellen adott oltás az maximum 3 évig adhat védettséget. Megdöbbentek az orvosok is ezen, hogy csak ennyi ideig. Ők úgy gondolták, hogy 5-10-15 évig azért lehet számolni vele, például a tetanusz oltást 5 évenként javasolják ismételni.
Na most ugye mivel ezek csak 14 éves kor alatt kötelezőek ezek az oltások, ki lehet számolni az átlag a népességi statisztikákból, hogy körülbelül hogy a 20-25, nagy-nagy jó indulattal maximum 30%-a a teljes populációnak az, aki valamilyen szinten védett. És akkor még ott azt nem is számoltuk bele, hogy egyébként általuk is bevallottan nem nyújtanak 100%-os védelmet ezek az oltóanyagok. Tehát vannak, akiknek a szervezete nem reagál. Na most tudni kell azt is, hogy a hatékonyságot, amit ők védettségnek neveznek, az nem más, mint az, hogy valamiféle reakciót találnak a szervezetben, tehát egy immunválaszt hoz létre, befecskendezik az oltóanyagot, egy hónap múlva vért vesznek, és megállapítják az antitestek számából, kérem, 98%-os hatékonysággal működik ez a védőoltás. Na most való életben kéne tesztelni ezeket, ezt csinálták a BCG oltás esetében 1969-ben Indiában, a WHO 260 ezer ember beoltott, tehát egy elég nagy populációt, és bizony 79-ben publikálták az eredményt, hogy a beoltottak között több volt a TBC-s, mint a oltatlanok kontrollcsoportjában. Most azóta ilyen nagyszabású, való életben való vizsgálatot nem végeztek. A BCG oltással kapcsolatban is olyan vizsgálatokat, tanulmányokat, teszteket csináltak csak, hogy tudom, csináltak Angliában egy másik tesztet, hogy ugye ezt valahogy jóvá tegyék, fölülírják, stb. Ahol ugye megint csak a vérből nézik, hogy na, van antitest, és ez egy óriási csúsztatás, ez egy átverés. Az antitestek jelenléte nem feltétlenül nyújt védettséget, és az antitestek jelenléte nélkül is lehet valaki védett. Most itt ugye átverésről, gyakorlatilag összeesküvésről beszélünk, akkor, hogyha én jól értettem a szavaid mögött lévő gondolatokat. Kinek áll érdekében az, hogy ilyetén módon az embereknek ilyen anyagokat juttasson a szervezetébe? Mindenképpen gyógyszerlobbi? Gyógyszerlobbinak ez többszörösen is érdeke. Ugye először is megveszi az állam a mi pénzünkön ezeket az oltóanyagokat, amik nem kis összeg. Akkor ezek a gyerekek megbetegednek, általában nem azonnal, bár egy részük azonnal, természetesen a hatóságok letagadják, hogy az oltásnak köze lehet hozzá, de erre majd később térjünk vissza. Gyógyszerfüggővé válnak, kiszolgáltatottá, tehát egész életükben betegesek lesznek. Tehát gyógyszert fognak szedni, orvoshoz fognak járni, tehát egyszerűen megteremti a fogyasztókat a gyógyszerlobbi önmagának. Harmadszor a hatalomnak az az érdeke, hogy azért limitálva legyen az életkor, tehát amikor már ugyan nyugdíjas kort eléri, akkor már lehetőleg elég beteges legyen ahhoz, hogy ne éljen már túl sokáig. És akkor ugye beszéltél itt az előbb arról, hogy milyen módszerekkel lehet itt megvásítani ezeket az adatokat. Hogyne. Gyakorlatilag akkor ezek olyan adatok, amiket én statisztikai... Statisztikai csalás, például a gyermekbénulásnak, a póliónak a oltás bevezetésével egyidejűleg megváltoztatták a definícióját, tehát ami az előző évben még gyermekbénulásnak számított, azok közülnek már csak egy szűk csoportja számított a következő évtől annak, és hát valóban a statisztika szerint, na, ott lezuhant a megbetegedések száma, de a valóságban nem. Sőt, tegyük hozzá, nagyon sokan vannak, akik pont ettől a úgynevezett védőoltástól bénultak le egész életükre. Erről persze nem beszélnek, és rengeteg olyan szülővel vagyok kapcsolatban, rengetegen keresnek meg, gyerek megbetegedett, daganatos lett, leukémiás lett, autoimmun betegsége van, cukorbeteg lett, rengeteg cukorbeteg gyerek van, rengeteg autista gyerek van, egy megyét meg lehetne már velük tölteni, és a hatóság vizsgálatok nélkül állítja, hogy semmi köze nem lehet az oltáshoz. Nem tudják, hogy mitől van, nem is vizsgálják, nem is érdekli őket, de az biztos, hogy nem az oltástól, és nem adnak felmentést ezeknek a gyerekeknek sem. Tehát van olyan, aki már túl van a kemoterápián, a sugárkezelésen, a műtéten, és küldik, fenyegetik, zsarolják a szülőket, hogyha nem viszik a többi oltásra, akkor elveszik a gyereket, börtönbe csukják őket. Ez bűncselekmény. Ez bűncselekmény, amit a hatóságok művel. Na és akkor ti mit tudtok segíteni, mert nyilván azért létre ez a szövetség. Megpróbálunk összefogni, és segítséget nyújtani, mind jogi téren, mind pedig emberileg, érzelmileg, hogy ne érezzék magukat egyedül a szülők, hogy ők most szembe kerülnek a hatóságokkal.
nagyon nagy hagyománya van Magyarországon annak, hogy amit az orvos mond, az egy szentírás, tehát ha az orvos azt mondja, hogy ez kell, ez kötelező, ez szükséges, az a tapasztalatunk a legtöbb orvosnak fogalma nincs, hogy mik vannak az oltóanyagokban, még a beteg tájékoztató szintjén sem ismerik az oltást, amit akár évtizedek óta ők nap mint nap beadnak a gyerekeknek. És hogyha valakit veletek akkor kapcsolatba akar kerülni, akkor végezetül mondjuk el azt az elérhetőséget, mondjuk egy internetes címet, ahol... Békenagykövet.hu. És akkor ezen az oldalon... Igen, illetve a Facebookon is megtalálhatók vagyunk. Békenagykövet.hu. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és remélem, hogy akkor azok, akik úgy döntenek, hogy gyermeküket nem szeretnék beoltatni, azok nálatok segítségre találnak. Köszönöm én is.